És hát akkor a siker útján tovább menne, menve, ugye ha a siker szót kimondom, akkor nagyon sok mindenkinek a sport jut eszébe. És hát egy ilyen témájú előadással kezdjük meg a mai napot az én hosszúra nyílt bevezetőm után. Az előadónk egy kardiológus, aki egyébként már 12-szer végigcsinálta az Ironman próbát. Nem tudom, tudjátok-e mi az az Ironman? Nekem van fogalmam róla, de nem állok neki elmondani, majd ő elmondja személyesen is pontosan. Amiről ő beszélni fog, az az, hogy a DXN támogatásával és 10 kézilabdázós hölgy segítségével csináltak egy tesztet tulajdonképpen, hogy a cordyceps és a spirulina hogyan emeli a terhelhetőségét a sportolóknak, hogy ez a gyógygomba és ez a csodálatos alga hogyan tudja hozzásegíteni a sportolókat a még nagyszerűbb eredményekért. Nem is húznám én tovább az időt, bemutatom nektek dr. Herr Gyulát, sok szeretettel fogadjuk őt. Hát szervusztok, akkor maradunk a tegezésnél ezek szerint. Nekem is könnyebb, így egymás között. És valóban egy bemutatkozás nem árt, de én azzal kezdeném, hogy kérem az első ábrát. Ugyanis a címben, ahogy olvassátok, valóban egy... Engem mindig érdekelnek az ilyen bogaras dolgok, hogy lehet valamit kimutatni, hogy lehet valamiben elmélyülni. És képzeljétek el, nekem akkora szerencsém van, hogy Nagyatádon, az én kis városomban, egy utcán balokok egy bizonyos Böckös Istvánnal. Innen kezdődik a történet, de majd mindjárt megyünk tovább, kérem az első ábrát, illetve ezek szerint én tudom magamat vetíteni. És mikor én ide beléptem, meg hallottam itt a dolgokat, akkor rögtön meg tulajdonképpen mit keresek én itt? Jó, persze Böckös István mondta, hogy jöjjek, mert hát van némi előadni valóm itt számotokra, így zárt körben elmondani, hogy milyen nagyon nagyszerű dolgok vannak a kezetekben a DXN termékekkel. De hát én tulajdonképpen kardiológus vagyok, és én igazából mindenkinek megmérem a pulzusát, mindenkinek megmérem a vérnyomását, EKG-kat csinálok. Igen, én is valóban célba értem 12 alkalommal a klasszikus Ironman távon, ahol bemelegítésként 3800 métert kell úszni, aztán 180-at bringázni, és a végén már csak azt a maratoni távot, azt a 42 kilométert kell lefutni. Tehát, de szerintem... Ez nem olyan nagyon nagy teljesítmény. Én mindig azt mondtam, hogy az Ironman az nem egy sportág, az egy életforma. Böci tudja, bocsánat, István tudja, hogy én nagyon gyakran hazaérek a munkából, leveszem a földszerelést, és irány a futópálya. Ez egy életforma, ezt így kell csinálni. Úgyhogy igazából nagyon bízok benne, hogy nem járok úgy, mint ez a kis elefánt a porcelánboltban, és jó helyre jöttem, értőfüleket fogok itt hallani. Ez mi? Ki tudja? Piros pontér. Na, ez egy képlet, de minek a képlete, amikor... Hát itt jöttem, és fűben, fában van az orvosság, mondtuk annak idején. Mi az egyetemen a klasszikus gyógyszertan kapcsán találkoztunk ezzel a molekulával. Méghozzá, most ha mutatok még egy embert, szerintem nagyon-nagyon sok embernek beugrik, hogy ez a molekula mi is. Ezt a penicillin gomba termeli, és amikor ez az úriember, egyébként nagyon érdekes a sportvilágában is, meg itt egyáltalán, hogy nincsenek véletlenek. Ez az úriember, Fleming professzor úr, véletlenül előhagyta az ő streptokokusz tenyészetét, ő mikrobiológus volt, és megszállta a penészgomba, a penicillin notátum, és azt látta, hogy azon a helyen, ahol volt a penészgomba, ott nem voltak baktériumok. Fölfedezte a penicillint. Érte? Mint mondottam, egy Nobel-díjat is ott adtak, és nagyon-nagyon sok ember köszönheti azóta is ennek az egyszerű gombának az életét. A második világháborúban egy nagy karriert futott ez a dolog be. Ennyit tanultam én az egyetemen a gombákról, és el is tulajdonképpen kész. Utána én bárki jött,
Megvizsgáltam, igen, igen, hát akkor milyen gyógyszert adjunk? Mert az orvosoknak ezt tanítják, én sem vagyok különb. Hogy találkoztam én azon kívül, hogy az István a harmadik szomszédom ezzel a csodálatos világgal, amiben ti éltek. Van nekem egy nagyon kedves fiam, úgy hívják, hogy Herr András, éppen most nagyon izgulok, mert kezd helyen versenyeznek, úszik rendszeresen, triatlonos palánta lesz, reméljük majd egyszer követ engem is az Ironman világában. Egy problémája volt, hazajött és mindig, Andis, meg vagy fázva. Nem, nem, apa, nem, 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 semmi, csak viszked, egy klasszikus, uszodai rinitis, tehát ezt minek kell hívni, allergiás jelenségek, folyott, taknyanyála egybefolyt minden egyes úszóedzés után. Gondolom Cérnapuka is bólogat, hogy a Ritának is voltak ilyen gondjai annak idején. Na most, hát már én kipróbáltam mindent. Ilyen H1 blokkoló, olyan. Aztán volt egy nagyon kedves ismerősöm, aki azt mondta, Gyuszi, az én gyerekeim ezt isszák. Ezt. És egyébként finom is. És azóta, mióta ezt isszák, azóta nincs ilyen gond. Mi? Próbáljuk ki. Vittem én is haza. Ezt kipróbáltuk, megfőztük, elkészítettük, kicsit kételkedtem a hatásában, és lám-lám, Andris másnap jött haza, apa, nem, nincs semmi baj, tényleg, még ma sincs baj, még, és azóta sincs baj, de azért, amilyen hülye orvos vagyok, tudjátok, mit csináltam? Pár napra kihagytam. Mi történt? Elment úszni, hazajött, apa, baj van. Mondom, oké, engem meggyőztél, fiam, innentől kezdve lelkes, vásárlója voltam ennek a terméknek, amiben egy nagyon egyszerű gomba, a ganoderma van. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy fú, hát azért ez lehet, hogy minket átvertek az egyetemen. Mert hát nekünk ilyeneket nem mondtak. Mi H1 blokkolót adunk minden allergiás tünetre, rutinos orvosként. És hát már kicsit kanyarodunk felé, hogy hát akkor elkezdtek engem ezek a dolgok foglalkoztatni, fölmentem a DXN honlapjára, és megnéztem, hogy milyen anyagok vannak még ott. Olvastam a spirulináról, életemben először, olvastam a cordycepsről, életemben másodszor, és elkezdett azt foglalkoztatni, hogy hát azért én elég sokat edzek, mint látjátok, szoktam elmenni hegyekre, kicsit biciklizni, meg kell mászni, és ezek úgynevezett edzőtáborok, már én a szabadságomat azzal töltöm, hogy edzőtáborokba járok, és képzeljétek el, még arra is odafigyelek, hogy a táplálkozással mit történik. Ez még nem DXN termék, jaj, itt, bocsánat, ez elment, gyere vissza. Igen, ez még nem egy DXN termék itt a számban, hanem egy valamilyen zöldség, mert igenis én észrevettem azt, hogy azért nem mindegy, amikor az ember egy 4-5 órát kerékpározik és edz, hogy oda megyek és akkor kifosztom a pizzás dolgokat, az vagy, amit megeszel. A mikroelemekre szüksége van a szervezetnek, ezt tudjuk. Tehát ez egy jelképes dolog itt a számban, de az biztos, hogy mindig is megpróbáltam odafigyelni a táplálkozásra, de azért most valami mást észlelek itt a levegőben. Mert tulajdonképpen mire is van nekünk szükségünk, bármit is csinálunk, energiára. És hogy csináljuk az energiát a szervezetünkben? Lassú tűzzel. Bármit, amit megeszünk, bármilyen csomagolásban van, az emésztőenzimek szépen összerakják, fölszívódik, és lassú tűzen a tápanyagokból származó szenet a légzési oxigénnel összehozva, széndioxid és víz keletkezik, mindenki tudja, mi a kettőnek a sorsa, és kezünkben van egy fontos dolog, a szervezet apró pénze, az ATP. Hát bajban vagyok ezzel a vetítéssel, mindegy, gyere vissza még egy kicsit. Az ATP, ami a szervezet apró pénze. Bármit is kell csinálni a szervezetnek, mindenki energiával, ATP-vel kell, hogy fizessen. Bennünk tehát egy lassú tűz lobog, ahol a tápanyagokból származó szénhidrátokat megpróbáljuk elégetni. Hogy jövök én ide majd a DXN-hez vissza, te jó Isten. De menjünk azért tovább. Ugyanis ezt a lassú tüzet, tessék nagyon figyelni ezt az ábrát, mert ezt most megpróbálom elmagyarázni, itt most ülünk, és addig innen nem megyünk el, amíg ezen nem érünk végig. Bármi érkezik. Mindegyiknek be kell kapcsolódni valahogy a szénhidrátok tüzébe,
ott a végső, most nem nyomom meg az előre gombot, a végső felhasználó valahol a citrátkör, és utána a citrátkör pedig adagolja a zsírsavszintézisből származó dolgokat a Krebs ciklusba, és ott lesz utána az ATP. És az előbb mutattam, hogy mindezt még a mitokondriumok, szóval nagyon-nagyon bonyolult dolog ez. Tessék, nagyon figyelme, végén kikérdezem az összes enzimet. Egyébként így lehetett megbukni annak idején biokémiából, amikor nem tudtuk a glikolízisnek a 17 szintetizáló enzimét. Ugyanis ezt az egész folyamatot, egy minden egyes lépését biológiai katalizátorok segítik. Miért van nekem szükség erre a biológiai katalizátorra? De lehet, hogy ez nem a biológiai katalizátor, ez egy másik fehérje. Nem tudom, Cérna úr megismeri ezt a fehérjét? De lehet, hogy ez semmi más, mint a sejt kimerevített váza, a citoszkeleton. Nem tudjuk. Egy biztos, a fehérjék térszerkezete, az enzimek, és az enzimeknek az úgynevezett prosztetikus csoportja valami csodálatos módon van szabályozva, és ebben a szabályozásba edzéssel bele tudunk nyúlni. Na most, uraim, ez a... Persze sok ember számára nem mond semmit, hogy az Ironman bajnok egy bizonyos Major József, aki az előbb elmondott távokat 8 óra alatt teljesíti, Dr. Hergyula pedig mindezeket a távokat körülbelül 10 óra alatt teljesíti. Mind a kettő versenyző, mind a kettő egyfajta autó. Mi a különbség Major József és Dr. Hergyula között? Elmegyünk futni. Egyébként ki lehet próbálni, hogy bárki jöhet velem futni. És megállunk egy idő után, és megfogjuk a pulzusunkat. Minél edzettebb valaki, annál alacsonyabb lesz a pulzusa. Mert az edzéssel, beleszólva az előbb említett, ki nem kérdezett, eléggé el nem ítélhetünk, hogy ki nem kérdezett enzimreakciókba, beleszólva prosztetikus csoportokba, sejtszerkezetekbe, az edzéssel valamilyen módon a szervezetben levő energiatermelésnek a hatásfokát javítom, és ezt a kardiológus úgy tudja megmérni, hogy egész egyszerűen megfogja a pulzus számot. Minél edzette valaki, egységnyi terhelésnél annál kisebb pulzus számmal fog menni. Hogyan jövünk ehhez a DXN-hez vissza? Még azért csak menjünk bele az edzés elméletbe. Ez az edzés elméletnek a triásza. Mikor elindulok, akkor az éjszaka valami kis folyadékot, készülök az edzésre lelkiekben, aztán jön az edzés fizikai része, amikor megizzadtam, és utána jön a lényeg, ami otthon van. Ez az úgynevezett szuperkompenzáció. Olyan folyamatokat hívok elő, enzimatikus szinten, citoszkeletális szinten, vegetatív idegrendszer szintjén a szervezetből, aminek az az eredménye, hogy létrejön az edzés hatás, azaz a későbbiekben nagyobb feladatokat is el tudok látni. Ez az úgynevezett szuperkompenzáció, minden edzés elméleti tankönyvben benne van, ez egy ciklusos fázis, ide nagyon-nagyon sok pihenés, és még valami más is kell. És most már ezzel a valami mással eljutunk lassan oda, hogy kimondjuk először a DXN nevét. Ugyanis edzeni, higgyétek el, mindenki tud. Szuperkompenzálni, pihenni, boldog ember az, aki sokat tud aludni, boldog ember az, akinek viszont olyan anyagok is vannak a kezébe, amikkel ezt a szuperkompenzációt az enzimek szintjén oda tudom tenni, és egyre jobb és jobb teljesen. Hát ugye a szuperkompenzációt illegálisan, mivel is csinálják? Doppinggal. Hát van-e a kezünkben nekünk olyasmi, ami nem dopping, de a teljesítményt fokozza? És akkor leültünk az Istvánnal a teraszon, és végigbeszélgettük, hogy mit is fogunk csinálni. Marha nagy mázlim van. Ezekkel a lányokkal megismerkedhettem. Ők a nagyatádi NB1B-s kézilabdás lányok. Leültünk az edzővel, és elmondtam, hogy mi lesz majd a feladat. Valami módon szeretném ezt a szuperkompenzációban ható anyagokat, nevezetesen a spirulinát és a cordycepset rajtatok, gyerekek, lemérni.
Hát tervezzük meg ezt a mérést. Istvánnal beszélgettünk egy jó darabig, hogy hogyan és miként kéne. Szerintem összességében jó dolgokat hoztunk össze. Nézzük, hogy mi is történt. Ezekből a csinos lányokból vállalkozó 10 embert kiválogattunk, és 2 csoportba osztottuk őket. Ők egyébként az NB1B-hez majdnem minden nap edzenek, azt hiszem szombaton versenyeznek, többi napokon meg edzenek, és jól néznek ki, normálisan táplálkoztak. Leültünk az edzővel, István megtámogatta természetesen azt az egész dolgot, és mondtam, hogy gyerekek, azt fogjuk csinálni, hogy 5 ember hagyományosan táplálkozik, 5 ember hagyományosan táplálkozik, 5 embernek viszont hozzáadunk egy kis spirulinát, konkrétan 6 tablettát, és 2-szer egy kordicepszet az eddigi munkája mellé. Mérjük meg először természetesen, hogy kikről van szó, utána pedig 6 hét múlva, tehát nem tudom, érthető-e, nem pillanat, gyere vissza. Így. Jobban szerettem volna a saját mutogatómmal, nem baj. Tehát mérünk, 5 versenyző hagyományos táplálkozás, 5 versenyző pedig spirulina plusz cordyceps, 6 héten keresztül megy így a dolog, majd utána újra mérünk, és utána cserélnek a versenyzők, azok, akik eddig nem kaptak cordycepset, most megkapják, és azok, akik eddig kaptak, azok pedig nem kapják ezt a táplálék kiegészítőt, illetve a spirulinát, és nézzük, hogy milyen paramétereket találunk. Hogyan mértünk? Egy laborban. Fölültettem szegény kézilabdásokat, hát ugye triatlonosnak mi van kéznél? Kerékpár ergométerre, és azt mondtam, ki ült már kerékpár ergométeren? Sokan vagyunk. Tudjátok, hogy mi az a watt teljesítmény? Tudjátok. Képzeljétek el, ez a kis lányok, 64 kilósak voltak, és meg azt mondtam nekik, hogy körülbelül 200 wattot teljesítsenek, azaz 3 watt per testsúlykilogramm. Itt én szétnéztem, körülbelül az átlag súly olyan 70-75 kiló, vegyük 80-nak, még akkor sem mondok szerintem nagyon sokat. Most tessék azt felszorozni 3-mal, az 240 watt a cél. Aki ült már kerékpár ergométeren, az tudja, hogy ehhez azért komoly edzettségi állapotban kell lenni. Egyébként a terhelés úgy volt kitalálva, hogy 50 watton melegítettünk egy picit, majd 10 wattonként megpróbáltunk eljutni ehhez a 200 wattot. Nem minden lánynak sikerült elsőre természetesen, de edzettek tovább, kapták a normál étkezést, és a normál étkezés plusz a mi általunk adagolt DX-szentermékeket, és nézzük, hogy mi is történt. Mit mértünk a teszt során? Mit tud mérni a kardiológus? Mit mondtam nektek? Pulzust, meg azért a vérnyomást is, nehogy baj legyen. Egy alkalommal volt egyébként az egyik kislánynál olyan, hogy annyira meghajtotta magát, olyan magas teljesavat csinált, hogy a végén, amikor megálltunk és levezettünk, akkor hát egy picit kollabált. Úgyhogy ez azért befolyásolta a mérési eredményeinket valamilyen szinten, de nem jelentősen. Majd azért erre külön-külön kitérünk. Nézzük, hát ők voltak egyébként. Miért vetítem ezt? Azért, hogy azért elmondjam nektek, hogy ezek a lányok jól néztek ki. 64 kiló az átlagsúlyuk, 170 centi, ez azért egy igazi jó kis sportolóalkat, igazi kézilabdás lányok. Nézzük az első mérést, hogy kikről van szó. Ugye most itt vagyunk, hogy az alapmérést fogjuk ismertetni veletek. Az első tesztnek az eredménye, amikor még nem kapott senki semmit, csak beválogatás történt. Egy kicsit nem lepődtem meg, 2,77 watt per kilogramm volt az egyik társaságnak a teljesítménye, tessék egy kicsit azért belegondolni, 64 kilósan, azaz majdnem mindenki elérte a 200 wattot. A másiknál összesen azt hiszem 2 kislánynál volt az, hogy már csak egy fél perc kellett volna. Itt történt egyébként az a sajnálatos dolog, hogy annyira nem akart leszállni, mondtam, Orsika, elég lesz. Hát nem hitte el, teljesítette, és utána a pihenési fázisban volt egy rövid kis kollapszusa. Mutatja ugyanezt az időeredmény, mert ugye ma, ha valaki végigcsinálja az 50 wattot, és utána eljut egészen 200 wattig, akkor 1200 másodpercet hajt, és látjátok,
a társaságnak nagy része valahol már majdnem elérte ezt a maximális teljesítő képességet. Úgyhogy nézzük meg, hogy most akkor hogyan menjünk tovább. Megkapták a versenyzők, bizonytalanul nézték, jaj, a spirulinával sok gondom volt. Mondtam, hogy gyerekek, ettől nem kell félni, ennek olyan... Remélem, hogy mindenki megpróbálta, hogy milyen termékeket adunk a ugye? A spirulinának mihez hasonlít az íze? Hogy tudnátok? Mihez? Ugye? Én szerintem, és szerintem tök jó íze van. Na ez a lényeg egyébként, hogy szerintem finom íze van a spirulina. Hát ugye a cordyceps az benn van egy ilyen fehér kapszulában, az már egy kicsit olyan, az nekem kicsit olyan gyógyszernek tűnik, de a spirulina az a klasszikus táplálék kiegészítő, és annak ráadásul finom az íze. Minden esetre nagyon-nagyon vártam ezt a 6 hetet, kimentem néhányszor edzéssel, meg is néztem ezeket a lányokat, nagyon jó barátságba kerültem az edzővel is, meg a lányokkal is, és akkor nézzük, hogy mi történik az első felmérőn. Hú, hát rögzített, minden egyes adat az a laboromban, a számítógépen, tehát a teljesítmény az ergométerben, minden egyes szívütése a versenyzőknek rögzítve van, akit ezek az adatok olyan szinten érdekelnek, látogasson meg, és megmutatom a méréseket külön-külön, de megpróbáltam belőle egy kis statisztikát csinálni. Nézzük tovább. A második. Hú, na, és bekövetkezett a csoda, amitől azért annyira nem lepődtünk meg. A 2,77, ami egy elég magas teljesítmény, watt per testsúlykilogramot, az a csoport, amelyek a 6 tabletta spirulinát és a 2x1 cordycepset a hagyományos táplálkozás és nagyon fontos 5 edzés mellé rendszeresen fogyasztotta, látványosan, szignifikánsan tudta emelni a watt per testsúlykilogramot. Pacs! Ez azért olyan nagyon nem meglepetés, ezt vártuk, és természetesen ezzel jól korrelál az is, hogy a kerékpáron, kerékpár ergométeren eltöltött idő hogyan is változott. Nézzétek meg, majdnem egy perccel több időt voltak fönn a versenyzők a kerékpár ergométeren. Most jön a csel, ugyanis, mikor tök jól vannak a versenyzők, és azt mondja, hát gyerekek, akkor most csere van. Most azok, akik eddig nem kapták a táplálékkiegészítőket, ti már nem kapjátok, többiek meg kapjátok. Vajon van-e tartós hatás spirulina és cordyceps nélkül, ez az egyik kérdés. A másik, hogy ugyanezt a jelenséget tudom-e azoknak is produkálni, akik hozzák. Na nézzük. Hát természetesen ugyanaz a mennyiség, és most ezt a mérést fogjuk megnézni. Hú, nézzük. És most meglepődtem. Hát most akkor mi van? Mi van? Nem tudták emelni? Nem tudták emelni ők? Hát persze, hogy nem tudták, de miért nem tudták? Hát 3,06 watt per testsúlykilogramm, hova emeljen az a szerencsétlen? Hát majdnem teljesítette mind a 200 wattot, viszont itt jön a lényeg, miről is beszéltünk. A pulzusszám azt mutatja nekünk, hogy mennyire jó állapotban van a versenyző. Ez a bizonyos max pulzus, azaz a terhelés maximumán mért pulzusszám, ugye az első tesztnél 183, a másodiknál itt volt az a bizonyos kis kollapszus, hogy ment tovább, és egy kicsit jobban megemelkedett. Itt nagyjából ugyanazt vártam volna, de valamelyest emelkedett, és most jön a lényeg, mikor megkapja a versenyző, igaz, hogy az összeesítménye nem, azt már nem tudja emelni, de sokkal hatékonyabban dolgozik. Sokkal hatékonyabban dolgozik. Tessék csak megnézni. 186-os max pulzus helyett mindössze 179, ez átlag természetesen, van egy kis szórás benne, nem akartam bonyolítani az árdát, mindössze 179-es max pulzus kellett ahhoz, hogy ugyanazt a teljesítményt gyakorlatilag hozza. Még egy érdekes dolog van, ami még fontos. Amikor én fölmegyek a hegyre, biciklivel, általában ott még tudok menni mondjuk a velem egy picit edzettebb emberrel, vagy ha megnézik a Tour de France-ot, ott is hegyre fölfele, még nagyjából együtt megy a mezőny, és amikor fölértem a hegyre, akkor én örülök, hogy valamit teljesítettem, és abban a pillanatban, aki egy picit nálam edzettebb, elment mellettem, és
És már nem is látom, megvan az előnye. Ugyanis a pulzus megnyugvás az egy nagyon-nagyon fontos mutató. Mikor van egy sportoló olyan állapotban, hogy újra, ha kell, akkor sprintelni tud, ha kell, akkor résztávot megy, ha kell, akkor tovább csinálja azt a sporttevékenységet. És ha megnézitek, ez nagyon szép, hogy a megnyugvási pulzusa azoknak a gyerekeknek, akik megkapják ezt a bizonyos DXN készítményt, gyönyörűen, annak ellenére, hogy nagyobb a teljesítmény, a megnyugvási pulzusa kisebb. Nagyobb teljesítményt tud elérni kisebb megnyugvási pulzussal. Ez ugye az az idő, vagy az az a pulzusszám, amit 3 perc levezetés után mérünk a kerékpár ergométeren, ha emlékeztek arra az ábrára. És még inkább szembetűnő az, hogy amikor 136-os pulzusról mindössze 123. Tehát ő kézilabdásról van szó, miről is szól? Visszaér védekezni. Értem? Fölfutok a támadással, elvesztettem a labdát, és visszaérek védekezni. Tehát a pulzus megnyugvási idő az azt jelenti, nekünk arról mutat, hogy ugyanaz gyakorlatilag, mint a maximális pulzus, hogy milyen hatékonyan működik az a bizonyos rendszer. Ezért mutattam nektek azt a versenyautót, ami Major Joe, és a kis személyautó, ami a Herdjuszi, mert kettőnk között, még ha esetleg el is tudok futni vele egy darabig, jóval nagyobb pulzusszámot, légzést kell, hogy biztosítsak, és amikor tovább kell menni, hát én nekem azért nem fog menni, mert nem nyugszik meg a pulzusom. Érthető? Menjünk tovább. Ezt az eredményt egyébként a triatlonos, ezt láthattad az Ironman előtt, amikor vetítettem a triatlonos csapatnak, hogy gyerekek, mi egy ilyet mértünk, ezzel mit lehet kell. Én azt gondolom egyébként nagyon-nagyon sok triatlonost érdekeli az, hogy ezek a megnyugvási idő, pulzus visszatérések és a maximális, mindenki a maximális teljesítmény nézi. Nem csak ott van a lényeg, hanem hogy milyen áron érjük el az adott teljesítményt. És azért igazából, hogy miért tudtuk megtartani ezeket a gyerekeket 6 héten keresztül azon a fehér kapszulán és azon a zöld bogyón, ami egy kicsit az elején mindenki bizonytalanul nézte. Ugyanis nem véletlenül mentem ki az első héten az edzésekre, és kérdeztem az Ákost, hogy mondom, te szedik a gyerekeket? Persze, becsületesen szedik, Gyula, nincs semmi probléma. És akkor megkérdeztem a gyerekeket a teszt elején, hogy éltétek meg ezt így belülről, hogy ilyen bogyókkal benneteket úgymond egy kicsit tűzbe hozunk. És ilyen válaszokat adtak a spirulina és a cordyceps szedés alatt, hogy te Gyula, marha jó volt, azért, mert olyan jókat aludtam tőle. Hallottatok már ilyen hatást egyébként, hogy spirulina és cordyceps után jókat aludni? Tehát valamit az idegrendszerrel is csinálhat ez. Nekem a legszimpatikusabb egyébként egy 17 éves kislánynak mit éreztél, Orsikám? Ő volt, aki egyébként annyira oda tette magát, hogy elájult. Mondom, Orsikám, mit éreztél a teszt alatt? Azt mondom, hát Gyula, tök jó volt. De mondom, Korsi, kicsit bővebben, tök jó volt. Hát mondom, ebből a lányból többet nem húzok ki, de nekem ez nagyon tetszik. Természetesen voltak nagyon elegáns válaszok is, hogy az edzéseken szinte megállíthatatlan voltam, úgy éreztem magam, mint egy tank meg. Szóval voltak ilyenek, és ezeket nem gyűjtöttem össze, de higgyétek el, a szubjektív élmények nagyon fontosak voltak azok ahhoz, hogy megtartsuk ezeket a gyerekeket 6 héten keresztül ebben a bizonyos tesztben. És ez persze, azt mondom, hogy ezt le is lehetne írni. Mert igaz, hogy ez egyetlen, szerintem, vagy legalábbis nem sok tudományos labban tudnám ezt a dolgot megjelenteni, ugyanis azonnal, szétszednék ezt, kevés az eset szám, ember, hát ebből nem lehet statisztikát sem, tudom. Nem is azért jöttem ide, hogy én statisztikákról beszéljek nálatok, nem akarok én ebből doktori disszertációt csinálni, csak el szerettem volna mondani néhány impressziómat erről az egész dologról, néhány adatunkat. Különösen látványos adatokat láttunk egyébként, ha ízekre szedtük a dolgokat azoknál, és ezt el is mondtam Istvánnak, akik úgy igazán komolyan gondolták ezt a dolgot, a már kézilabdát, tehát a 20 év fölött. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy a 20 év alattiaknál rendszeres volt
a szereknek a bevétele. Ha eszébe jutott, bevette, finom is volt, mondták, és edző is szólt, stb. De a 20 év fölöttieknél különösen látványos eredményeket értünk el, valószínűleg azért, mert ők sokkal komolyabban vették ezt az egész tesztet. És akkor tulajdonképpen mi legyen a jövő? Mit mondjak én? Ha megyek edzőtáborokban, mint ahogy most is tervezem tavasszal, egész biztos, hogy át fogok menni előtte a szomszédba, és el fogom mondani az Istvánnak, hogy te, én a múltkor is vittem magammal a spirulinát, és nem tudták, hogy miért megyek úgy. De nem csak erről van szó természetesen, tehát bocsánat, én nem soha egyetlen beszélgetésen a telefondoktorkodásnál sem mondtam azt, aki sporttal kapcsolatban kérdezett, hogy az edzés helyett van. Ez nem csodaszer, ehhez edzeni kell, méghozzá kőkeményen, csak a szuperkompenzációnál van a kezünkben két olyan szer, amiről azt gondolom bizonyítottuk azt, hogy ha azt odafigyeléssel adjuk, akkor igenis hozzájárul ahhoz, hogy a teljesítményünket növelhetjük. Akár úgy, hogy az abszolút teljesítményt nézzük, akár pedig azt, hogy milyen hatékonyan tudunk dolgozni, és hogyan tudunk abból visszatérni, azaz regenerálódni. Mert szeretnék még azért jó pár ehhez hasonló hegyet megmászni, tavasszal is, barátaimnak is, és hadd mondjam el, hogy szerintem értő fülekre fogok én találni társaságokban, amikor arról beszélgetünk, hogy igen, fontos az az zöldség is ott a számban, meg fontos, hogy halat eszünk, de ha odafigyelünk a nyomelemekre, a mikroelemekre, és az enzimek szintjére lemegyünk, és ott megfelelően tudunk visszapótolni különböző szubsztrátokkal, és különböző módon befolyásolni azokat a finom hangolásokat, amit a szuperkompenzációban a szervezet önmaga elvégez, akkor azt gondolom, hogy egy hatékony és jó edzőtábor fogunk ezentúl is magunkkal tudni. Ezzel az ábrával én szeretnék elköszönni, miután hamarosan karácsony van, nagyon bízok benne, hogy mindenkihez hazamennek a gyerekei, ugyanúgy, ahogy hozzám is haza szoktak jönni, ez mind az enyém egyébként. Azt hiszem a legnagyobb tapsot ezért kaptam. Igaz, hogy ez kétszer kellett megnősülnöm, de abszolút nem bánom. És boldog karácsonyt kívánok mindenkinek, sikeres üzletépítést, higgyétek el, hogy nagyon-nagyon jó termék mellé adjátok a neveteket, és nyugodtan keressetek úgy, ahogy eddig is, bár nem hiszem, hogy ti hívtak engem a hétfői telefon doktorkodásokon, de amennyiben kérdés van, nagyon-nagyon szívesen válaszolok erre a dologra. Köszönöm szépen a megtisztelő felkérést. Nagyon szépen köszönjük dr. Herr Gyulának ezt a gyönyörű előadást. Én azt gondolom, hogy kettő szót kell itt megjegyeznünk, ami hosszú távon fontos lehet, ez a szuperkompenzáció és az ATP. Az ATP-ről biztos, hogy mindenki hallott már, én köszönöm ezt az egy szót, nagyszerű volt.